Sziasztok! Elérkeztünk az utolsó fejezethez Lukács evangéliumában, és most már túljutunk a keresztrefeszítésen, és sokkal nagyobb öröm előtt állunk most a történetben. Jézus feltámadása előtt vagyunk, vagy Jézus feltámadásában vagyunk benne, és ezt fogom ma felolvasni, és utána fogok mondani róla pár szót. Jézus feltámadása. A hét első napján pedig, kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták. És amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között, az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnösök kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Míg itt a földi életünkben a halál egy befejezés, egy életnek a befejezése, Jézus esetében a halála egy újnak a kezdete volt. A halála és feltámadása megnyitotta a kárpitot, beléptetett bennünket Istennek a jelenlétébe, az örök életet hozta el azoknak, akik az övéi. Szóval Jézus feltámadásával valami új kezdődött az emberiség történelmében. A halhatatlanság, az örök élet lett, és a bűnbocsánat lett odaajándékozva az emberiségnek. Amikor még nem voltam egészen megerősödve abban a hídben, amiben most már meg vagyok erősödve, és most már biztos vagyok, amikor megtértem, folyamatosan azokat a hangokat hallottam a fejembe, hogy mi van, ha nem igaz az, amiben elkezdtél hinni. Mi van, ha Isten nem is létezik, és az az igazság, amit előzőleg hittél, hogy nincs is semmi. És ezek a hangok nagyon erősek voltak a fejemben. És emlékszem rá, hogy muszáj volt az eszemmel is átgondolni mindazt, amit éreztem a szívembe. Mindazt, hogy amit hittem, fontos volt, hogy logikusan és logikával is felfogjam. És elkezdtem olvasni egy könyvet, az a címe, hogy Istene Jézus, egy nagyon egyszerű könyv, nagyon egyszerűen írja le a fontos dolgokat. És Péter mondta épp tegnap este, hogy a fontos dolgokat egyszerűen lehet megmagyarázni, és az igazán fontos dolgokat, és ez ilyen, ez a könyv. És szeretnék nektek felolvasni néhány olyan mondatot ebből a könyvből, amit híres emberek mondtak, akár hívők voltak, akár nem hívők Jézusról. Méghozzá azért annyira fontos ez, mert nem mindegy, hogy Jézus, te kinek mondod, és beleeshetünk ebbe a csapdába, hogy Jézust egy jó embernek, egy történelmi személynek,
egy tanítónak, egy csodatévő rabbinak állítjuk, de amiért ő meghalt, az céltévesztett volna akkor, hogyha így lenne. Mert amiért ő meghalt, az az volt, mert Isten fiának, Istennek mondta magát. Olyan kijelentései voltak, ami nem adta alább annál, hogy ő maga Isten. Ilyen, hogy én vagyok a világ világossága, vagy csak rajtam keresztül lehet menni az atyához, vagy én és az atya egy vagyunk. Ha valaki lát engem, látja az atyát. Ezek mellett, a kijelentések mellett nem tudunk elmenni. És ha Jézusról gondolkodsz, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy te kinek mondod őt, mert meghatározza a döntésedet. Mert egy rabbi mellett, egy tanító mellett nem kell döntened. De ha Jézus Isten, akinek vallotta magát, akkor bizony bajban vagyunk, ha nem mellette döntünk, és bajban vagyunk, ha nem az ő feltételei szerint játszunk. A Bibliában Isten kijelenti az ő szabályait az életre, olyan szabályokat, ami boldoggá teheti az embert, olyan közösséget ajánl fel, ami melegebb minden más emberi kapcsolatnál itt a Földön. Ő az élet, ő a szeretet, azt mondja a Biblia, Isten szeretet. Egy ilyen Isten függött a kereszten, és támadt fel a halálból, mert ő nem maradhatott a halálban. És épp azért, mert Isten volt. És szeretném ezt a néhány gondolatot felolvasni, vagy idézetet felolvasni nektek. Például az egyik történész, Philip Schaff mondta, Jézus Krisztus bizonyossága olyan biztos, mint az én személyazonosságom. A másik, egy Wells nevű szkeptikus történész, Történelmi áttekintés című művében több mint 20 oldalt szentel Jézus Krisztusnak, történelmi szempontból bizonyítva életét és halálát. Rousseau, egy másik francia gondolkodó, összehasonlította Jézust Szokratésszel, és ezt mondta, ha Szokratész élete és halála egy bölcs élete és halála volt, akkor Jézus élete és halála egy isteni. Napóleon mondta, én ismerem az embereket, de Jézus Krisztus nem pusztán ember volt. Byron mondta, az angol költő, aki igazán nem vallott magáénak keresztény nyelveket, aki 26 évesen halt meg, mert életét csak az önző élvezeteknek élte, ezt mondta Jézusról. Ha valaha egy ember Isten volt, és Isten egy ember, akkor Jézus mindkettő volt. Szeretném, hogyha a gondolkozásunkban és a gondolkozásodban Jézus arra a szintre emelkedne, amilyen szinten ő van. És talán azért nem gondolunk bele ebbe a kérdésbe, mert ha belegondolunk, hogy Jézus Isten volt, akkor tudjuk azt, hogy döntésre kényszerít ez a tudás minket. Mert nem maradhatsz semleges abban a döntésben, hogyha ő Isten. És azt hiszem, hogy ebben a dologban Isten jön a segítségünkre. Ő képes kijelenteni magát neked Istenként. Ahogy hallod az evangéliumot, hallod ezeket az igéket tőlem is, ezeket a bibliai történeteket, Isten meggyőzhet téged arról, hogy az ő fia valóban Isten, hogy az ő áldozata nem egy egyszerű embernek a halála volt, hanem a te bűneid miatt volt, és a te örök életedért volt. Örülök, hogy ma is meghallgattatok. Legyen nagyon jó napotok. Sziasztok!